Köszöntöm a kedves nézőket, és üdvözlöm a stúdióban két vendégemet a Gézengusz Alapítványtól, Braun Viktóriát, a Cseppek Háza Központi Intézet intézményvezetőjét, és Pizákné Fehér Anikó gyógytornász terapeutát. Köszönöm, hogy elfogadták a meghívásomat. Köszönjük a meghívást. És hát Gézengúz Alapítvány. Szerintem nagyon nem kell a nézőknek bemutatni, de azért mégis 30 éve van jelen Magyarország életében ez az alapítvány. Hát ez a 30 év, ebbe mi fért bele? És hát lesz-e valami jubileum? Vagy a vírus ezt is egy kicsit keresztbe tette? Hát egy picit felülírja, úgyhogy kénytelenek leszünk eltolni ezt a fajta ünneplést, de valóban igen, 1990-ben alapította dr. Sultesz Judit a Gézengúz Alapítványt, koraszülött, idegrendszeri sérült, fejlődés menetben eltérő gyermekeknek a diagnosztikai és terápiás komplex ellátására hozta létre, és először a harmadik kerületben kezdett el működni az alapítvány, mára már országos ellátási területtel bírunk 5 intézményben, és itt Budakalászon van a központi intézet. 2000-ben Harcsa Lajos budakalászi volt polgármesternek az együttműködésének köszönhetően lett kijelölve itt Budakalászon ez a terület, és így jöhetett létre a központi intézet, a Cseppek Háza, itt az Omszki tónak a partján, nagyon szép környezetben, és 2003-ban készült el a ház, és 2004-ben lett az ünnepélyes hivatalos átadás, azóta itt működünk, és azóta nagyon sok budakalászi, illetve környékbeli család részére is ugye közvetlen közelben tudtuk biztosítani, vagy tudjuk biztosítani a mai napig ezt a komplex lehetőséget. Ez a komplex lehetőség, ez mit akar pontosan, mivel foglalkozik a Gézengúz Alapítvány? Tehát a Gézengúz Alapítvány olyan szempontból egy különleges ellátóintézet, hogy járóbeteg szakszolgáltatást biztosítunk, ami én azt gondolom, hogy rendkívül fontos. Amikor egy szülő kisgyerek, szülőhöz kisgyerek érkezik, akkor nagyon sokszor nem biztos önmagában, nem biztos a gyermekében, nem biztos abban a diagnózisban, amit adott esetben mondjuk egy intézetben kapott, és ilyenkor feltétlenül fontos, hogy egy hiteles szakember mondjon róla véleményt, és azt gondolom, hogy ebben az egészségügyi szolgáltatásban nagyon erős a Gézengúz Alapítvány. Szűrővizsgálatokat is tartunk időről időre, ami gyógytornász és gyógypedagógus közreműködésében jön létre, illetve neurológiai szakrendelések és ultrahang szakrendelése van a Gézengúz Alapítványnak, ahol el tudjuk különíteni az eltérő fejlődésmenetű gyermekek esetében, hogy mi a kiváltó ok, milyen típusú ellátásra vagy milyen típusú fejlesztésre van szükség. Úgyhogy ebben nagyon erős a Gézengúz Alapítvány, azt hiszem, nagyon sok külsős gyerek is keres meg minket más ellátó intézettől, nevelési tanácsadótól, vagy házi orvosi védőnői szakszolgálattól, hogy segítsük meg a diagnózis és a vélemény alkotásában, és hát természetesen nálunk is vannak terápiák és fejlesztések, ezeknek is egy elég széles tárházát alakítottuk ki. Az alapítványunk vezetője, dr. Sultész Judit, azt gondolom, ő maga gyermekszakorvosként nagyon sok dolgon ment keresztül, és az ő tapasztalatai jelennek meg az alapítvány működésében és szolgáltatásában. A szolgáltatások között kiemelném a neurohidroterápiát, ami egy különleges terápiás lehetőség, de különleges a gyógytornában a dinamikus, analitikus mozgásterápia is, ami a Gézengúz Alapítvány metodikája közé sorolható. És nem utolsó sorban az a fajta együttműködés, ami a szakemberek között létrejön, a gyógytornász, a gyógypedagógus, a gyógytestnevelő, az úszószakedző, a művészi tornaszakedző, a zenepedagógus vagy logopédus. Mi azt gondolom, hogy egy tímet alkotunk, tehát a gyermek körül egy egész csapat munkálkodik. A gyerekek, akik megkeresnek minket, ugye a legkisebbektől, tehát az újszülöttektől kezdve egészen óvodáskorúak, vagy nehogy Isten az iskola előtti korosztály is megkeres minket, más-más okokból, és akkor erről majd később beszélünk.
Egyébként a szülők mennyire vannak tisztában azzal, hogy van egy ilyen lehetőség, akár itt Budakalászon, akár országos szinten, tehát már benne van a Gézengúz Alapítvány így annyira köztudatban, hogy már célzottan fordulnak hozzá a szülők, ha bármilyen apró kis problémát vagy rendellenességet észlelnek a gyermekükön? Igen, szerencsére nagyon jó az együttműködésünk a különböző szakemberekkel. Említettem itt akár Budakalászon a gyermekorvosokat, védőnőken, de országos szinten is, kórházakkal, illetve a szakmapolitikával is. Novák Katalin államtitkár asszony is járt nálunk több ízben megnézni a módszert, illetve azt, hogy hogyan dolgozunk. Úgyhogy nagyon jó együttműködések vannak, a szülők is ezáltal elérhető, tehát elérik az alapítványt, a weboldalunkon tudnak tájékozódni, úgyhogy igyekszünk elérhetőek lenni a... Mindenhol. Igen, mindenhol. Egyébként kezdjük így tényleg az újszülöttektől. Ugye, hogyha valaki kinek koraszülött babája születik, akkor ott gondolom, hogy különösen figyelnek az orvosok is, de a szülők is arra, hogy vannak-e olyan jelek, amik arra utalnak, hogy szükség van fejlesztésre. Mik ezek a jelek, amiket első körben a szülő észrevehet a gyermekén, hogyha esetleg az orvosok mondjuk nem vették észre, mert már hazament a gyerkőccel? Hát én azt gondolom, hogy azt kell tudni, hogy a babák úgy jönnek a világra, hogy van bennük egy program. A program szerint nekik föl kell nőniük, bele kell nőniük ebbe a világba, amiben élünk, ami azt jelenti, hogy meg kell ismerni, meg kell nézni, meg kell fogni, meg kell kóstolni, oda kell menni hozzá, meg kell rángatni, föl kell állni mellette, és aztán el kell indulni a világban. Most, hogyha ebben a programjában bármi zavarja őt, lehet ez egyszerű dolog, lehet, hogy etetési problémában. Nem tudja megfogni az anyának a mellbimbóját. Nem tudja megszívni a cumis üveget. Nem jól koordinálja a nyelését és a légzését. Alvási problémái vannak, mert nem tudja, hogy mikor van éjszaka és mikor van nappal. Nem teremt szemkontaktust az édesanyjával. Ez egy nagyon-nagyon fontos, és ugyanígy a dolgoknak a követésével. Nem érdeklik a tárgyak, nem érdeklik az emberek, magába fordul, vagy éppen ellenkezőleg túlságosan aktív, és nem akar aludni, hanem inkább mindennek utána akar menni, de egy perce se tud mélyen elmélyedni a játékába, vagy a dolgoknak a megismerésében, és aztán a következő, ez a legkisebbekre, a következő állomás, amikor nem tudja megfogni, nem tudja utolérni, nem tud odakúszni, nem tud átfordulni a hátáról a hasára, nem áll föl időben, vagy már jár, szalad, de nem tud megállni, elbotlik a saját lábában, nem tudja bevenni a kanyart, mellé nyúl az asztalnak, nem tudja megetetni magát, tehát számtalan sorolhatnám a sok-sok esetet. Mindenképpen vannak nagy mérföldkövek, ugye 6 hónaposan tudjuk, hogy addigra már a kúszásnak, a forgásnak, az utána nyúlásnak ki kell alakulnia. 1 év körül már fölállással és a járásnak a képességével próbálkozik, és aztán a következő nagy állomás ugye majd a beszédtanulás lesz, 1,5-2 éves kor körül az óvodába vagy a bölcsödébe szoktatás időpontja és az iskolába érkezés. Ugye akkor tudunk, vagy akkor lehetünk nyugodtak egy gyereknek az ellátásáról, amikor azt látjuk, hogy a lehető legjobb képességekkel kerül be a közösségbe, óvodába és aztán az iskolába, és hogy nincs akadálya, hogy a ceruzát megfogja és a tanítónénit türelemmel a széken ülve nyomon kövesse. Akkor beszélhetünk egy nyugodt, kiegyensúlyozott fejlődésről. De ha bármi, ami ezt a folyamatot megzavarja, akkor igen, azt gondolom, hogy induljunk el, és nézzünk utána, hogy mi lehet az a kiváltó ok, mi az a tényező, mi az, ami zavarja, ami lehet egy organikus eredetű dolog is, sajnos, mert vannak rá példák, amikor genetikai vagy egyéb sérüléssel jönnek a világra, vannak oxigénhiányos, vagy a születés körül zajlott történések, vagy a születés után, amikor is az idegrendszer egy rosszabb állapotba kerül, de ezeket már az orvos diagnosztika fogja eldönteni. Mi terapeuták elsősorban a funkcionális teszteket hajtjuk végre, és a funkcionális fejlődését segítsük meg a gyermeknek.
Egyébként az ilyen organikus problémák, igen, ezek mennyire kezelhetőek jól, mennyire kell minél előbb elkezdeni, és mennyire hatékony akár egy gyógytorna, vagy bármilyen nemű terápia? Hát én azt gondolom, hogy ugye minél előbb, ez egy kicsit talán közhelyesen is hangzik, de hogy tényleg így van, hogy amikor megszületik egy kisbaba, akkor az ő idegrendszere még éretlen. Az éretlensége nem csak a tapasztalatlanságában jelenik meg, hanem maga a szövetekben egy olyan funkcionális lehetőség van, ami segít abban, hogy adott esetben az érintett funkciót átépítse, realizálja, hogy ez így nem jól működik, és a saját belső kapacitását is, ugye ezt úgy hívjuk, hogy agyi plasticitás, ezt ébressze fel, és gyógyítsa meg saját magát. De ehhez, hát mint terapeuta nekem szembesíteni kell azzal, hogy mi az, ami nem jól megy, és hol kell ezeket a belső energiákat még mozgósítanunk a gyermek számára. Úgyhogy igen, minél előbb indulunk el, annál nagyobb a lehetőségünk arra, hogy ezeket a képességeket kibontakozzuk, tassuk, mert ugyan van még, felnőttként is van még agyi plasticitás, de azért már jóval szerényebb lehetőségekkel bír. Egyébként a gyermekeknél azt gondolom, hogy ugye 3-4-5 éves korban azért már a családi minták is jelenthetnek gondot. Mennyire nehéz a szülőknek tudatosítani, vagy a szülőknek elmondani azt, hogy bizony a családi minták miatt viselkedik úgy a gyerkőc, és nem biztos, hogy a gyerekben van a hiba, hanem a szülőben, mert azért ilyen is előfordul, azt gondolom, elég sűrűn. Hát erre a kérdésre válaszolhatok, akkor igen, a családi minta az rendkívül fontos, de a pozitív oldaláról is nagyon fontos. Tehát ha ez egy szerető, figyelő, kiegyensúlyozott családról van szó, akkor még hogyha a gyermekünk kevésbé jó képességekkel bír, akkor is a lehető legjobbat tudjuk kihozni belőle. De igen, néha kell egyfajta figyelmet fordítani a családnak az integritására, a családi attitűdre, a hozzáállásra. Én azt gondolom, hogy mint terapeuta, aki így rendszeresen foglalkozom ezekkel a gyerekekkel, mert protokoll szerint hetente egyszer találkozunk az érintett eltérő fejlődésmenetű gyerekekkel, egy mintát mutatok neki. Megpróbálom abban a családot segíteni, hogy észrevegye, hogy a gyermekének a viselkedése mögött milyen eltérések vannak, mi az, amit nekem terapeutaként, és ezt kérem a családot is, hogy legyen mellettünk, mert a család nélkül nem fogok én terapeutaként sikert elérni. Tehát a család az egy annyira fontos mozgatórugó, hogy nélküle egy lépést se tudok tenni. Tehát az igazán fontos dolgok a családban vetődnek fel, mint kérdések is, és a család adja meg rá a választ is. Hogyha ebben elakadást érzek a családban, akkor megpróbálom elmondani az én tapasztalataimat, de néha még ez sem segít, és akkor pszichológusnak vagy fejlődéspszichológiai szakvizsgálónak a segítségét is kérem ebben a folyamatban. De igen, hogyha most csak azt képzeljük magunk elő, hogy milyen nehéz lehet egy koraszülöttel, aki megbontja az éjszakai alvási ritmusát, nem tudja magát kipihenni. Ha nem tudja magát kipihenni, akkor ez borzasztóan élénken fog viselkedni a napközben is az ingerekre. Zavarni fogják a fények, a hangok, a szagok, az idegen embernek a jelenléte, amitől az édesanyja is és az édesapa is feszülté válhat. És akkor ez egy önrontó folyamattá, egy ilyen verbális körré alakul ki, hogyha ebben nem nyúlunk bele, az senkinek nem lesz a hasznára. És mivel mi szeretnénk, hogy a gyermek a legjobb tehetségével, a legjobb képességeivel bontakozzon ki, ezért bele kell nyúlni ebbe a folyamatba, és segíteni kell a családot. A család természetesen maga is lehet érintett, hiszen lehet, hogy ezt a babát egy kicsit későbbre várták. Lehet, hogy az édesanyának nagyon rossz emlékei maradtak vissza a születés folyamatáról. És akkor lehet, hogy ott van a nagymama is, aki esetleg nem ilyen unokát képzelt maga elé. Tehát igen, a család a legfontosabb. Nélkülük nem megyünk előrébb.
Ugye a család nagyon fontos. Ugye a Gézengúz Alapítványnál nagyon fontos az is, hogy családi környezetet teremtsen. Hogy zajlanak a foglalkozások a Gézengúz Alapítványnál? Csak a gyerekeket várják, a szülők lerakják őket, vagy mehet az egész család esetleg? Hogy működik ez? Hát ez azért korosztályfüggő is, illetve attól is függ, hogy milyen jellegű ellátásra van szüksége a gyermeknek. Nagyon szerencsések vagyunk, illetve a hozzánk forduló családok azt gondolom szerencsések abban, hogy maga az intézmény ez egy nagyon jó helyen van, szép környezetben, és nagyon családbarát kinézettel bír. Tehát, hogyha eljönnek hozzánk, akkor láthatják, hogy nem egészségügyi intézménynek nézünk ki, ha bár azok vagyunk, és nagyon fontos számunkra, hogy Anikó elmondta már a család, tehát nem csak a gyermekkel foglalkozunk, nem csak a gyermeket kezeljük, hanem teljesen a család, az egész családra vonatkozóan. Ez megnyilvánul abban is, hogy a helyen közösségi tér van kialakítva. Ugye ez egy nagyon nagy kiváltság, hogy itt az épületen belül található medence, a medencés foglalkozásokra, a neurohidroterápiás ellátásra oda tehát a szülővel együtt jön a gyermek, amikor még picike, csoportfoglalkozásoknál is van olyan csoportfoglalkozás, ahol a szülővel együtt van még benne a gyermek, és természetesen terápia függő, vannak olyan esetek, amikor külön a gyermekkel foglalkozunk, és a szülő csak visszajön a gyermekért. Ugye 30 éve van jelen az alapítvány Magyarország életében. Most mik a célok az elkövetkezendő időszakra így az intézményben? Mert azt gondolom, hogy sikerült felépíteni egy nagyon konstruktív és nagyon működőképes alapítványt. Mi a cél? Lehet-e még fejlődni? Mit lehet fejleszteni? Hát lehet, azért mindig lehet, illetve igény is van rá, itt mindig az nagyon fontos, hogy milyen együttműködéseket tudunk találni, hogy tovább lépjünk. Azért el kell, hogy mondjam, hogy az 5 intézményen kívül nagyon szép együttműködés van a kecskeméti koraszülött osztállyal, a PIC-el, ott sikerült kialakítani egy Gézengúz szobát, hogy ott is megfelelő ellátást kaphassanak a időben a pici babák. Nyitottak vagyunk minden megkeresésre, igény az van, természetesen mögé kell tenni azt, hogy mint a szakember árát, mint a tárgyi feltételeket, és akkor lehet tovább fejlődni. Ugye a nevében is benne van, hogy alapítvány. Ez azt jelenti, hogy aki szeretne, az tudja támogatni az alapítványt. Igen, hát egyrészt van ez az 1%-os éves felajánlás, de természetesen minden felajánlásnak nagyon örülünk, tehát az egészen apró, pici felajánlás is sokat tud számítani, mint tárgyi, mint pénzbeni alapon. Egyébként tárgyi felajánlások, az mit akar pontosan, hogy mik azok, amikre szüksége lehet az alapítványnak? Hát mi az, aminek használt veszik? Sokféle dologra, például most legutóbb kértük a Facebook oldalunkon, megjelenítettük, hogy nagyon örülnénk, hogyha valakinek otthon elfekvőben van jó állapotú utazóágya, akkor annak például nagyon örülnénk, mert az öltözőben, a medencés öltözőnél ott egy ilyen utazóágyba tudják beletenni a gyermeket a szülők addig, amíg öltöznek, és hát ez már így a használat során eléggé megkopott, elhasználódott, és például ajánlottak föl ilyet, és hoztak. Tehát egészen ilyen apró eszközöktől kezdve természetesen a szakmai tudást, nagyon sokan tudnak ilyenben is segíteni, tehát azért nyilván alapítvány révén mi igyekszünk minden forrást, amennyire lehet a gyermekeknek a terápiás ellátására és az ilyen szakmai működés biztosítására fordítani.
Ezért vannak olyan szakterületek, amiben mondjuk, hogy nem vagyunk annyira jók, mondjuk marketing, kommunikáció akár, tehát ami mindig így egy kicsit háttérbe szorul, mert természetesen az egészségügyi ellátás az, ami hangsúlyosabb. És például nagyon sokat számít az, hogyha van valaki, aki mondjuk profi fotós, és jön, és azt mondja, hogy akkor most eljön hozzánk, és felajánlja az ő szakmai tudását, és profi fotókat készít a működésünkről, vagy nyomdája van, és segít abban. Tehát sorolhatnám, számtalan módon tudnak segíteni nekünk, és ezt természetesen nagyon szívesen vesszük és várjuk. Úgyhogy én is erre buzdítom a nézőket, hogy aki tud, az mindenféleképpen akárhogy segítsen a Gézengúz Alapítványnak. Még mielőtt elköszönnék, mert lassan ugye lejár a műsoridőnk, azért megkérdezném még, hogy ebben a terápiás fejlesztésben mi az, ami örömöt okoz? Így zárásként. Mi az, ami örömöt okoz? Hát, ha most terapeutaként szólhatok meg, akkor az a titok, ami benne van egy-egy gyerekben. Tehát amikor én először találkozom vele, vagy az orvos először találkozik vele, de az édesanyja is, akkor így felfedezni, hogy mi az, ami benne van, mi az, amiben aztán később tehetséges lesz. És a gyerekek azok nagyon sok örömet tudnak belopni az ember lelkében, még akkor is, hogyha ez nehézségekkel megy. De egyébként én azt gondolom, hogy aki egyszer részt vesz a Gézengúz Alapítványnak a foglalkozásain, és akkor itt már nem csak az egyéni foglalkozásra, hanem csoportra is gondolok, akkor látja a gyerekeket, hogy milyen boldogan ülnek rá a hintára, ülnek bele a huplébe, hogyan kacsintanak le az akadálypályáról, hogy látod, ezt már tudom. Amikor fölmegy egy lét a tetejére, és ő lecsúszik, az a kisgyerek, akiről adott esetben nem is gondoltuk volna, hogy eljutunk az önálló járásig, az azt gondolom, hogy ez óriási nagy örömforrás lehet szülőnek, gyereknek, a családnak és mindenkinek, aki ebben részt vehet, nekünk terapeutáknak meg különösen. Hát most iszaliba bőr lettem. Nagyon szépen köszönöm, azt hiszem, hogy ez a tökéletes végszó. Köszönöm, hogy elfogadták a meghívásomat és meséltek. És önöknek pedig köszönöm, hogy velünk tartottak. Viszontlátásra!